Sziasztok! A mai videóban a mostanában beszerzett termékeimet szeretném nektek megmutatni. Nagyon rég volt már hol videó, de mostanában nem vásároltam annyit, amennyit eddig. Úgyhogy ezért lesz csak most hol videó, és mostantól lehet, hogy csak ilyen kevesebb hol videó lesz. De semmi probléma, mert lesz, úgyhogy... Meg most itt vagyok, úgyhogy kezdjük is a ruhákkal. Az első ruha, amit szeretnénk nektek megmutatni, az egy ilyen kezes lábas, ami most is rajtam van, ez egy fekete színű, de igazából teljesen egyszerű, egybe nadrág és felső. Semmi extra nincs benne, talán csak annyi, hogy az eleje az ilyen, hát nem is tudom, ilyen. És a derék részénél pedig egy kicsit budgyosabb stílusú. Ez a Reserve-ből van. Vásároltam még egy kezes lábast, ez pedig a Promote-ból van. Ez egy kicsit nyáriasabb és lengébb, egyébként sokkal vékonyabb anyagú kezes lábas, ez is hosszú, nadrágos, és hát ebben sincs semmi különleges, úgyhogy ez így néz ki, ilyen gumis a derék része. Amit még régebben vásároltam a New Yorkerbe, hogyha jól emlékszem, az egy ilyen strand nadrág, ilyen nem is tudom, ilyen, hát egy rövid nadrág, ami strandra való, nem tudom, hogy milyennek a pontos neve. Ez egy fekete színű nadrág, ilyen sima, és az az egyetlen egy díszítés van benne, hogy itt a zsebénél ilyen szegecsekkel van kirakva. A következő egy szintén nyáriasabb, lengébb, strandos felső. Ez ilyen sifon féle anyagból van, de nem hiszem, hogy sifon, de teljesen átlátszó, és nagyon-nagyon vékony, és nagyon lenge. Ez lenne az a felső. Így néz ki előről, egy teljesen sima felsőnek tűnik előről, de a hátulja az ilyen szétnyílós. Tehát nem tudom, hogy ezt mennyire tudom veletek érzékeltetni. Ez ilyen, hát szép, ilyen szétnyílós, tényleg nagyon lenge. Ez pedig eBay-ről van. A következő nyáriasabb felső, vagyis inkább crop top féle, bár nem teljesen az, úgyhogy annyira nem tudom besorolni. Ez a Reserve-ből van egy ilyen fehér felső, és mondom, eléggé rövid, tehát nekem épp hogy eltakarja a köldökömet. Semmi extra nincs benne, az van ráírva, hogy independent attitude, úgyhogy tényleg semmi extra, nagyon jó anyaga van, és ilyen szélesebb fazonú, tehát nem tudom elmondani, olyan, mintha denevér ujja lenne, de nincs, és az egész ilyen szélesebb. A hátulján pedig van egy ilyen kivágott rész, ez pedig ilyen hálós. És szerintem nagyon jó, nagyon lenge. A másik ilyen lengébb crop top-szerűség szintén a Reserve-ből van. Ez pedig egy fekete színű felső, amire az van írva, hogy A Reserved, tehát egy A betű, és le oda van írva alá, hogy Reserved. Ez is egy ilyen szélesebb felső, sokkal... Hát sokkal lengébb, mint az előző, viszont egy kicsit vastagabb anyagból van, és ezt is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sokat szoktam hordani. És az utolsó ruhadarab, az pedig szintén egy felső, ami szintén Reserve-dös, imádom a Reserve-dot egyébként, ez pedig egy ilyen szintén szélesebb felső, de ez már nem crop top, hanem elég hosszú, tehát... Nem is tudom, talán a combom elejéig, vagy kezdetéig ér. Most így hirtelen nem tudom elmagyarázni, mindegy. Tehát ez egy ilyen sportosabb felső, mint hogyha ilyen baseball, nem is tudom, minta lenne rajta. Ilyen fekete. És amit nagyon bírok benne, de egyben nem értem, hogy pont a mell részénél, ugye itt, ahogy van a mellünk, ott átlátszó. Tehát ilyen kis lyukacsos. De nem baj, mert egyébként szeretem is hordom elég rendesen, úgyhogy nincs vele nagy problémám, csak az olyan milyen logika már, hogy pont ott. Közben így rájöttem, hogy van még egy felső, amit
vásároltam, ez a Lidl-ből van. És ez egy ilyen nagyon szép színű, hát ilyen kötött tavaszi pulcsi, mondhatjuk ezt szerintem, de nevérújas, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Oké, és akkor most következzenek az egyéb dolgok. Nem osztottam föl csoportokra ezeket, már lesznek köztük testápolási termékek, smink cuccok, random dolgok, úgyhogy akkor kezdeném is. Az Avonból rendeltem egy kis neszeszert, ami így néz ki, és tényleg pici. Tehát azt gondoltam, hogy ez nagyobb, de nem baj, mert nagyon jó ilyen vízálló anyagból van, és lila száj van rajta, hát igen. És egyébként tök jó, mert ebbe pont elfér mondjuk a kis tükröm, a szemcseppem és a kontaktlencse tartom, úgyhogy meg talán még egy korrektor is elfér benne, vagy egy rúzs, vagy bármi. Úgyhogy azért elég, hát van benne hely, viszont nem az az extra nagy fajta neszeszer, de nekem ez tökéletesen megfelel, és mindig ez szokott nálam lenni, és mindig hordani szoktam magammal. eBay-ről rendeltem egy kis fülbevalót. Ezt nem tudom, hogy mennyire fogjátok látni, de ez így néz ki. Kis arany fülbevalók, amiben gyöngyök vannak és kis kövek. Közelebbről így néz ki, ugye a fülbedugó része az itt van, és úgy mutatták az eBay-en, hogy ez a része a fülünknél így fölfele áll, és ez nagyon megtetszett nekem, úgyhogy gondoltam megrendelem, és tényleg nagyon jó. A következő két termék szintén eBay-es, mindkettőt láthattátok már a paletta tesztelésnél, a BH Cosmetics palettájának a tesztelésekor, mindkettő rajtam volt. Az egyik az egy ilyen angyalszárnyas gyűrű, ami mostanában nagyon nagy kedvencem, és szinte mindig ez szokott rajtam lenni. A másik pedig egy Alice Madness Returns játékból, nem tudom, hogy mennyien ismeritek, a macska. Vigyorgó macska, vagy nem tudom, hogy mi a pontos megnevezése. Ez pedig így néz ki. Az az egyet sajnálom ebben a két gyűrűben, hogy egyik se jó rám. Úgyhogy mindkettő ilyen új perc gyűrűnek lesz használva. Például ez itt ugye. Így, tehát vagy pedig ezt felfűzöm nyakláncnak. Ez meg így jó, mert ez nem esik, de ez egyébként nagyon nehéz gyűrű, úgyhogy félek, hogy leesik egyszer csak az ujjamról, úgyhogy ezt lehet, hogy nyakláncon fogom hordani. Aztán rendeltem az aliexpress.com oldalról egy pirosítót, ami nagyon-nagyon olcsó volt. $2.58 volt, azt hiszem, és egy nagyon-nagyon jó márkának a pirosítója, méghozzá a The Balm-nak. És annyira megörültem, hogy van, és közben utána is nézegettem egyébként tovább még több ilyen The Balm terméknek, és mindegyik ilyen olcsó, úgyhogy nagyon-nagyon megéri. Ez pedig a Fred Boy nevű pirosító, és ez így néz ki. Nagyon szép már a csomagolása is, van benne egy kis tükör, és ugye maga a pirosító az ilyen nagyon-nagyon szép színű. Mostanában állandóan ezt használom, és nagyon jó kis szövegek is vannak ráírva, például So Many Men, So Little Time, szóval igen, szerintem ez valami eszméletlen jó, és tényleg most is ez van rajtam, nem tudom, hogy mennyire lehet látni, de én nagyon szeretem, és tényleg hétköznapokra tökéletes, meg úgy mindenkorra. A következő termékkel is találkozhatatok már, volt egy teszt róla, a tesztjének a linkjét megtaláljátok lent az infoboxban, majd belinkelem nektek. Ez pedig a BH Cosmetics-nek a 18 színű Galaxy Chic nevű palettája, ami most pontosan nem tudom hány dollár volt, szintén az aliexpress.com-ról rendeltem, és talán olyan $8 volt, $8.50 vagy $9, tehát nagyon-nagyon olcsó volt ez is, ahhoz képest, hogy BH Cosmetics-es, és egyetlen egy kis hibával érkezett, az egyik szín sajnos ki van belőle esve, méghozzá ez. Aha, igen, ez így ki van esve belőle, de nem para, mert nem így fogom magamat festeni, hogy így. Gyönyörű színek vannak benne egyébként,
és én nagyon meg vagyok vele elégedve, gyönyörűek a színek, gyönyörűen pigmentáltak, és szerintem nagyon jó pofa, hogy neveket adtak nekik, és hogy ilyen több színből álló színek is találhatók benne. Ez például egy nagyon szép szín. Milky Way-t is szeretem, a Cosmicot és mondjuk az Afroditét, de van még itt ilyen Jupiter, aha. Szóval ilyen, nem tudom, talán látjátok, talán nem, ilyen szép színek vannak benne, és van benne egy piros és egy egy narancssárga, azokat pedig ide swatcholtam. Tehát igen, nagyon-nagyon szép színek vannak benne, és szerintem mostantól több színes minket fogok készíteni magamnak, mint amúgy, mert valami eszméletlen szép színek vannak benne. A következő terméket eBay-ről rendeltem, és azóta tisztára rákaptam, tehát én függő lettem. Ez pedig ilyen metál színű tetkó valami, tehát ilyen aranyszínű tetoválás, illetve színes tetoválás, meg ezüst tetoválás. Ebből már csak ennyi maradt, tehát ez az egész ugye így tele volt, de én itt szétvagdostam, és ezek maradtak, majd ezeket is mindenképpen fel fogom egyébként használni. A hátulján ott van, hogy hogyan kell használni, instrukciókat is megadnak angolul és spanyolul. Jó. És egy darab ilyen kis cucc, a legolcsóbb 206 forint, úgyhogy nagyon megéri, és nagyon hamar kihozták, azt hiszem 2 hét alatt kihozták, és én nagyon meg vagyok vele elégedve, rendeltem még 4-et, úgyhogy nagyon rá akadtam, vagy ráfügtem. Annyit szeretnék még elmondani, hogyha esetleg mentek strandra, akkor számítsatok arra, hogy teljesen le fog jönni ez a tetoválás rólatok, mert annyit azért nem bír ki, tehát hogyha fürdötök, akkor is kibír egy olyan 2-3 napot, viszont hogyha állandóan mosogattok, akkor csak egy napot bírnak úgy ki, hogy nagyon szépek, utána elkezdenek szépen lekopni. Ja, és nagyon nehéz lekapargatni a bőrünkről, mert a szőrünkbe beleragad, és azt is kihúzgáljuk. Úgyhogy van már tapasztalatom, úgy érzem ezzel kapcsolatban, de én nagyon szeretem. Az Avonta rendeltem még az előző kampányban egy testápolót. Nem, tusfürdőt. És ez a tusfürdő most jött meg, az Indian Rituals nevű nevet viseli, és ez így néz ki, ez egy 500 ml-s kiadás, és semmi nincs írva róla. Tehát ez kardamom és sandalwooddal van, ami nem tudom mit jelent, tehát nem tudom, de nagyon, nagyon jó illata van, nagyon frissítő. Szerintem az ilyen termál spákhoz tudnám hasonlítani, amik az ilyen termál fürdőkben van azzal az illattal, bár nem sokszor voltam, de nagyon jó illata van, és nagyon krémes, nagyon szeretem. És az Avontól rendeltem még sok mindent. Az első az egy Ultra Color Lip Tintben, ami a Strawberry árnyalat, azt hiszem, igen, Strawberry árnyalatban. Van már nekem egy ilyenből egy árnyalatom, a Fuchsia. Az annyira nem fog, tehát nem látszik, hogy bármi is lenne az ajkémon, viszont ez nagyon durva vörös színű, és én nagyon szeretem, és nagyon jó, és tényleg sokszor szoktam használni, mert nagyon-nagyon király. Akkor rendeltem még egy Ultra Glazewear Lip Gloss-t, ami egy ilyen szájfény, amiben picike csillámok vannak. Ez nekem a Palm Beach Pink árnyalat, és nagyon-nagyon szép természetes színű. Rendeltem egy Big Color Eye Pencil-t Vivid Grey árnyalatban. Ez egy ilyen krémes szemhéjceruza, és ugye szürke színű, pici csillámokkal, ezt is nagyon szeretem, van már ilyenből egy pár színem, és most úgy gondoltam, hogy kipróbálom a szürkét is, és nekem nagyon bejön. Akkor rendeltem egy Color Trendes, tudjátok, hogy nem szoktam Color Trendes termékeket rendelni, mert mindegy, egyikkel sem vagyok megelégedve. De én szerettem volna egy színes szempillaspirált, és megvettem ezt a Colored Mascara névre hallgató
liquid türkiz árnyalatú szempillaspirált, amiről még nem tudok véleményt mondani, mert még nem használtam, viszont mindenképpen lesz róla teszt. És végül vettem egy rúst a Pink Cooler árnyalatban, amivel megint átcsesztek, többet soha nem fogok rendelni az Avontól rózsaszín árnyalatú rúst, mert ez megint ugyanolyan, tehát ugyanúgy jártam vele, mint a Forever Pink árnyalattal, tehát azt hittem, hogy egy matte pink rúst veszek, de közben nem, hanem ilyen ronda csillámok vannak benne, meg minden, és nem tudom, nekem nem tetszik. Az ajkaimon sem néz ki jól, úgyhogy tökre megszívtam. Hogyha már Avonnál tartunk, akkor folytassuk az Avonos körömlakokkal. Kettőt rendeltem. Rendeltem egy matt topkótot, ami ugye egy matt fedőlak. Ez így néz ki, hát nem valami jó, nem ajánlom nektek, de nem olyan rossz, tehát mattít meg minden, csak olyan csúnyán mattít. És végül rendeltem az Avontól szintén egy Magic Effects-es matt fekete körömlakkot, ugye természetesen black árnyalatban. Ezt már tényleg nem ajánlom senkinek, mert alig lehet fölkenni, és hogyha sikerül fölkenned, akkor hogyha rámész az előzőleg fölkent rétegre, akkor lejön az a réteg, amit először fölkentél. Nagyon felidegesítettem ezen magamat. Na és végül voltam ugye a Rossmannban, és a River the Loop-nak megvettem két körömlakját, egy feketét és egy vöröset. Inkább ilyen bordósat. Amiről azt hittem ugye, hogy bordós, de egyébként ez piros. Élénk piros, és nem tudom, hogy mi az árnyalatának a neve. Ez a 07-es Dangerous árnyalat, és tényleg azt hittem, hogy ez bordó, mert itt így, ahogy látom, nagyon sötétnek néz ki. Viszont nem az, tehát ez egy ilyen élénk piros szín, ezzel nincs semmi bajom. Akkor itt van ez a fekete, ez a 22-es Mystic Black árnyalat. Az a helyzet, hogy ez se jött be nekem, mert nagyon ronda színe van, 50-szer kéne átkenni, hogy fekete színe legyen, mert először ilyen vízszerű, felráztam meg mindent, tehát értitek, de ilyen vízszerű cuccot rak a körmeimre, és nem is akar megszáradni, úgyhogy ez se jött be nekem, sajnos. Na és akkor végül a legnagyobb dolog talán, amit rendeltem mostanában, az egy új kamera. Nem ehelyett a kamera helyett rendeltem új kamerát, hanem egy plusz egy kamerát rendeltem, hogy tudjak vlogokat csinálni, direkt csak ezért vettem meg. Ez pedig egy Xiaomi Yi kamera, ami körülbelül egyenlő a GoPro-val, de nem az. Tehát sokkal olcsóbb, de ugyanolyan jó. Majd lesz erről egy videó bővebben, akkor fogok róla beszélni, előnyei, hátrányai, hogy kell használni, mi van hozzá, kiegészítők, meg mindenféle ilyesmit. Úgyhogy erről többet most nem mondanék. Egyébként fehér színű, tehát ez csak egy ilyen védő cucc rajta. Úgyhogy igazából ennyi. És ez a kis tartóka, ezt nem most rendeltem. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett nektek, és találkozunk majd hamarosan. Sziasztok!